Köszönöm szépen az ismételt meghívást, örömmel jöttem. Akkor, amikor itt voltam utoljára, az eukarisztiáról tárgyaltunk, vagy tartottam az előadást, az elméletileg szólt magáról a szentségről. Most ebben az előadásban, és remélem, hogy majd még sor kerül következőre is, inkább gyakorlatiasabb leszek, ezt próbálom követni. A Szent Liturgián fogunk végigmenni, elemezni, tárgyalni, valóban úgy, hogy minél többet megismerjünk belőle, hogy tudjuk, hogy mit miért mondunk, imádkozunk, cselekszünk a liturgiában, mi miért van benne, és milyen közeg veszi körül, miben, hogyan végezzük a liturgiánkat. Valóban ez kimeríthetetlen forrás, tényleg nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni róla. Hát én a kitűzött célnak megfelelően próbálom meg végig magyarázni most a liturgiának az első részét. Úgy állok itt, mint aki barátként jött ide, igazi pedagógusként, pedagógusként. 39 éve állok a főiskolai katedrán, jövőre jubilálni fogok, úgyhogy nem kis idő van a hátam mögött. A pedagógus, a pedagógus a gyermeket kíséri az útján. Nem tudom, ismerőse a fogalom. Ismeri, kíséri a kibontakozás útján, hogy egyre többet tudjon meg. Ez az ősi görög szó nem azt jelenti, hogy fogjuk a tölcsért és öntjük a tudást a fejébe, akár akarja, akár nem, hanem az élet útján végig kíséri, és ahogy mondtam, segíti a kibontakozásban. Hát én is úgy gondolom, hogy most itt, amikor a liturgiáról tárgyalunk, talán ez a legfontosabb szempont, ez a vezérgondolat, vagy az a háttér, aminek közegében ezt a mondani valót el lehet mondani, közel vinni a hallgatósághoz, megértetni. Mindezt a Szentlélek Úristen segítségével végezzük. Nem véletlen, hogy a mennyei király imádságot énekeltük, segítségül hívjuk a Szentlélek Úristent, itt is, most is, segítsen bennünket a liturgia értelmezésében. És nem véletlen, hogy minden szent liturgia ezzel kezdődik. Nem csak pünköstkor, minden egyes szent liturgia. Ha a hívek nem éneklik, akkor mondja a pap, legalább csöndesen, de el kell mondania. A Szentlélek hívásával kezdődik, ő az, aki vezet, irányít bennünket, aki a gondolatainkat megnemesíti az imádságban is, és hát itt és most is. A Szent Liturgiáról tárgyalunk tehát, erről próbálom az előadásomat tartani. Ahogy az eukarisztiával kapcsolatban is, először a meghatározásával kezdjük. Mi az, hogy liturgia? A szó jelentése alapján közösen végzett tevékenység, ami magába foglalja a horizontális és a vertikális dimenziót is, aminek a meccéspontjában mi ott vagyunk. Mert közösségben vagyunk az Úristennel, az Úr Jézus Krisztussal, amikor a szent áldozatot végezzük. És egymással is, mert nem a pap egyedüli, aki végzi, egyedüli személy, hanem közösségben végzi a liturgiát. Ezért az elnevezése is ez, hogy közösségben végzett tevékenység, közös mű, közös tevékenység. Ha a császári időkbe megyünk vissza egészen, akkor még azt lehet mondani, hogy a liturgia szóval úgy is találkozunk, hogy közmunka. Ahogy a császár kirendelte az alattvalóit,
utat építeni, vagy követ törni, vagy mezőgazdasági munkára, amit közösen kell végezni, liturgiát végezte, profán szóhasználatban is. Ez szüremkedett be az egyházba, és az egyháznak a közös imádsága, az áldozat bemutatás is, tehát erre az alap koncepcióra, erre az alap gondolatra épült rá, hogy közösen végzett tevékenység, mert az Úristennel együtt és egymással együtt, egy közösségben végezzük. Mi konkrétan ténylegesen a liturgia? Jézus Krisztus megváltói áldozatának a megjelenítése, ennek az átélése és a belőle való részesedés. Ezt a hármas gondolatot próbáljuk meg értelmezni bevezetésképpen. Tehát Jézus Krisztus megváltói áldozatának a megjelenítése, átélése és a belőle való részesedés. Először itt van a megjelenítés. Az újszövetségi szentírásra, az evangéliumra, az apostolok cselekedeteire, az első korintusi levélre alapozhatunk benne, hogy megjelenítjük a megváltói művet, Krisztus áldozatát. Megjelenítjük. Szakítani kell azzal a 5 évtizeddel ezelőtt még nagyon élő szóhasználattal, ami a teológiában is, a liturgikus teológiában különösen is élt, hogy a Szent Mise áldozat az nem más, a Szent Liturgia, mint Jézus Krisztus véres golgotai áldozatának az oltáron vér nélküli való megismétlése. Hát szó sincs megismétlésről, mert nincs szükség rá. Hát Jézus Krisztus megváltói áldozata tökéletes volt. Megváltotta az egész emberiséget, megváltotta az egész világot. Azokat, akik előtte éltek a világban, az ő kortársait, meg akik a következő időkben, az idők végezetéig fognak élni, azokat mindet megváltotta az Úr Jézus Krisztus. Nincs szükség még egy megváltóra, nincs szükség még egy megváltásra. És nincs is lehetőség rá a másik oldalról. Hát ki tudná megismételni azt, amit Jézus Krisztus végbevitt? Az Atya akaratának a teljesítését, ugye engedelmes lett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig, hogy áldott szenvedésével, és áldozati halálával, és dicsőséges föltámadásával megváltson bennünket, a mennyei atyához vezesse, elrendezze az utunkat. Nem megismételjük ezt az áldozatot, hanem megjelenítjük, magunk közé hozzuk, az időnek, a térnek a korlátait áthidalva, vagy ha tetszik, lerombolva, akkor, amikor a Szent Liturgiába bekapcsolódunk, és szívvel, lélekkel végezzük, nem csak a pap az oltárnál, hanem a hívők közössége is, és együttesen végezzük, akkor lélekben ott vagyunk a golgotai kereszt alatt, meg lélekben ott vagyunk előzetesen az utolsó vacsora termében az Úr Jézus Krisztussal. Az áldozatot magunk közé hozzuk a liturgia megjelenítő erejével. Ilyen határozott és megjelenítő erővel rendelkező szavai vannak az Úr Jézusnak, amikor azt mondja, hogy megőrizték az evangélisták számunkra, meg Szent Pál apostol is, poiete tuton en anamnesin mu, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, és a pap a hívek közösségében cselekszik. És azt az egyszer s mindenkorra végbevitt áldozatot jelen valóvá teszi, megjeleníti, láthatatlan módon, de hatékonyan idehozza közénk. Egyszer s mindenkorra végbe ment áldozat. Ez egy olyan szó az újszövetségi szentírásban, magyarul jó hosszú, hogy egyszer s mindenkorra, görögül sokkal rövidebb, hogy epha pax.
négyszer szerepel az Új Szövetségben ez a görög szó, és mindig erre vonatkozik az eukarisztiára, amit az Úr Jézus rendelt, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És az egyszer s mindenkor végbe ment áldozatot jelenítjük meg magunk között. Felidézzük, jelenvalóvá tesszük az Úr Jézus Krisztus áldozatát. A pap Jézus Krisztus képviseletében munkálkodik. A fő végzője a liturgiának maga az Úr Jézus Krisztus. Ma este is itt ebben a templomban. A pap csak az ő szolgája, akin keresztül működik. A papnak önmagától nincs ereje arra, hogy jelenvalóvá tegye az áldozatot. Még a szentséget sem, hogy vegyétek, egyétek, igyatok ebből. Jézus Krisztus nevében mondja, a pap mondja Jézus Krisztuson keresztül, itt és most is, a Szent Liturgiában. Ő a liturgiának a fő végzője, mint ahogy a testének is, ő a feje. És az egyháznak a tagjai, azok Jézus Krisztus titokzatos testének a tagjai. Így egybe tartozunk. Nem egymás nélkül végezzük a Szent Liturgiát, hanem együttesen. Megjelenítjük a krisztusi áldozatot, ahogy a kerub énekben is énekeljük mindig, imádkozzuk, kik a kerubokat titkosan ábrázoljuk. Ikonozun tej, görög szó megint, nem biztos, hogy a legszerencsésebb fordítás így, hogy ábrázoljuk, talán jobb lenne, hogy képviseljük, vagy megjelenítjük őket is, az angyalokat, a kerubokat, mert ők is itt vannak. A megszámlálhatatlan mennyei sereg vesz körül bennünket, amikor végezzük a Szent Liturgiát. Talán mondtam, feldrémlik, hogy mondtam, de akkor sem érdemtelen megismételni, hogy amikor a kopt pap barátom végezte a kopt liturgiát, mert ott is kopt görög katolikusok is vannak, akkor odaállt a másik pap mellé, és az a pap arrébb állt egy lépéssel. Akkor ment utána, az megint arrébb állt egy lépéssel. És amikor már többetszer lejátszott, akkor mondta, hogy hagyjad már, hagyjál helyet az angyalnak is. Az angyalokkal együtt végezzük, persze nekik nem kell helyet hagyni, mert test nélküli lények, de hát igen, van ilyen erős meggyőződés is kopt testvéreinknél, hogy ebben is kifejezésre jut. Megjelenítjük tehát a Szent Liturgiát. Azt mondtam második szempontként, hogy átéljük. Igen, ehhez segítenek bennünket a szentírási olvasmányok. Adják a megértést, nincs nélkülük Szent Liturgia, olvasmányok nélkül, mert szorosan hozzátartozik Jézus Krisztus földi működéséhez. Hirdette az országának az örömhírét, és meggyógyított minden betegséget, minden bajt, jót cselekedett. Hirdette az örömhírt, ezt halljuk a Szent Liturgiának az első részében, amikor az apostoli szakasz, az evangéliumi szakasz elhangzik, és hozzá a magyarázat, a homília. A nagy ünnepeken még ószövetségi olvasmány is elhangzik, amikor vecsernyével együtt végezzük a Szent Liturgiát. A római testvérek a zsinati teológia révén visszavették az ószövetségi olvasmányokat, vasárnap ők általában minden vasárnap olvasnak az ószövetségből is. Nekünk csak a legnagyobb ünnepeken van ez. Van, amikor 3 olvasmány van az ószövetségből, van, amikor 5, van, amikor egészen 15 nagy szombaton. Mindegyik tanít,
mindegyik Jézus Krisztusra irányítja a figyelmet. Hogy minél teljesebben átéljük a megváltásunk művét. Mert az Ószövetség az előre mutat. Folyamatosan előre mutat a messiási ígéret beteljesedése felé. Más szemüvegen keresztül nem érdemes az Ószövetségi Szentírást olvasni, mert különben eltéved az ember, és nem fogja soha érteni. Jézus Krisztus megadta ezt a látásmódot az emmauszi tanítványoknak, föltette rájuk a szemüveget, hogy hogyan kell az Ószövetségi törvényt, az Ószövetségi prófétákat értelmezni. És ugye lángolt a szívünk, amikor végre megértettük, mert Jézus megadta a látásmódot, aki láthatatlanul, bocsánat, nem láthatatlanul, csak úgy, hogy nem fette föl magát, hogy kicsoda ő, itt vándorolt velünk egész nap, és megfejtette számunkra az írásokat. Hát ezzel a szemüveggel, ezzel a látásmóddal kell az Ószövetségi Szentírást olvasni, hogy minden a messiásra mutat, a megváltás beteljesedése felé irányít bennünket, mert ha nem így tesszük, akkor menthetetlenül elveszünk, mert akkor az emberi alkotás kerül előtérbe az Ószövetségbe, hogy ezt miért úgy írták, azt amúgy, hogy mint van, nem a részletek a fontosak, hanem az, hogy Jézus Krisztus felé vezetnek bennünket. Mint ahogy megfordítva is, az új szövetségi értelmezés is ugyanezt mondja, a messiási beteljesedésre irányul. És, mint mondtam, fontos a homília, a magyarázat hozzá, ahogy az Úr Jézus is ezt tette. No, most a átélésre koncentrálva, átélni a Szent Liturgiát. Persze, szeretnénk minél jobban, minél teljesebben odafigyelni a Szent Szövegekre, hogy átéljük, minél teljesebben megérteni, értelmezni a szent cselekményeket, és meg mindazt, ami körülveszi a szent liturgiát. Már az apostolok is ezt tették, az apostolok cselekedeteiben le van írva, hogy felidézték az Úr emlékezetét, a mnémé tu kyriou, az Úr emlékezetét felidézték, és a kenyeret megtörték, a classis tu artu, a legelső, úgy mondjam, technikus, terminus technikus, a legelső elnevezés a liturgiáról, az eukarisztikus szent cselekményről, a kenyértörés. Az Úr emlékezetének a felidézése, tehát mit és hogyan tanított, ez miért fontos számunkra, és mit cselekedett ott, az utolsó vacsorán, amikor kezébe vette a kenyeret, amikor kezébe vette a kelyhet. Hogy mit cselekedett? Ezt idézték fel, és nem pusztán csak emlékeztek rá, hanem ezt végezték is. A első legfontosabb ilyen dokumentumunk 180-ból származik, 180 környékéről, Tertullianustól, aki a császárhoz írott apológiájában leírja a liturgia menetét, és igen, ő is azt írja itt, hogy amikor az olvasmányokat felolvasták, akkor az elöljáró, aki vezeti az eukarisztikus áldozat bemutatást, az a tehetsége szerint magyarázza meg. Tehát itt van a szent beszédnek, a homiliának, a prédikációnak a gyökere. Meg kell magyarázni, hogy érthetővé váljon mindenki számára. Ahogy az Úr Jézus is ezt tette az emmauszi úton. A harmadik szempont a részesedés szempontja. Ez pedig nem más, mint a maga a szent áldozás. Jézus Krisztus testét és vérét vesszük magunkhoz. Valóságos testét, valóságos vérét.
a legutóbbi alkalommal ezt részletesen kitárgyaltam, hogy tényleg végbe megy az átváltozás, az átlényegülés, hogy a kenyérnek a lényege válik a valóságos élő Jézussá, a bornak a lényege válik a valóságos élő Jézussá. És mi ebben részesedhetünk. A kereszt áldozat eredményeként részesedhetünk az áldozati lakomában. Mint ahogy az Ószövetség is, minden áldozat bemutatást úgy mutat be, hogy megtörténik az áldozat, és egy részét az oltárra teszik, legtöbbször elégetik az égő áldozati oltáron, egy részét megkapja a papság, főpap, papok, leviták, és a többi részét, a tetemes részét pedig visszakapja az áldozat bemutató maga. És áldozati lakoma keretében töltik el, immár az Isten által megszentelt módon. Ez már az Ószövetségben is így volt, de így volt az ókori vallásokban is. Az áldozat bemutatás az általában az áldozati lakomával járt együtt. A pogány vallásokban aztán ez egészen orgiává, meg mindenféle cirkusszá fejlődött. Számunkra nem ez a lényeg, hanem ami a kinyilatkoztatáson alapul, tehát az ószövetségi áldozat bemutatás, amiből fakad aztán a krisztusi áldozat bemutatást körülvevő áldozati lakoma. A német teológiából az utóbbi évtizedekben, 3 évtized, 4 évtizedre lehet visszatekinteni, beszüremkedett a magyar egyházba is egy nagyon szép fogalom, hogy a szentségeket nem kiszolgáltatni kell, a szentségeket nem fölvenni kell, ugye a pap kiszolgáltatja, aki részesedik benne, az fölveszi, hanem ünnepelni kell, feljárni. Ünnepelni kell a szentségeket. És milyen szépen kifejezi ez is a bevezetőben emlegetett horizontális meg vertikális aspektust, mert az Istennel együtt ünnepel az ünneplő közösség. És rájöhetünk arra, hogy a szentség az eukarisztia, azt is ideértve, az soha nem magánügy. Mindig közösségben történik. Na hát ehhez tartozik hozzá az is, hogy a belőle való részesedés. Teljes közösség, a koinónia, a teljes közösség. Jézus Krisztus az Atyának áldozza önmagát, egész életét, egész tevékenységét, a mennyei Atya ezt elfogadja, és minket is részesít belőle. Fel lehet fedezni a ószövetségi áldozat bemutatásnak a nyomát. Az Istennek való felajánlás, az Isten elfogadja, akár olyan áron is, hogy az ő egyszülött fiának az élete árán, és ebből részesít bennünket, minket, ad nekünk sok-sok kegyelmet ebből fakadóan. Egy nagyon szép hasonlat érvényesül itt, ahogy Mózes bemutatja az áldozatot a szövetség megkötésénél, és az áldozati állatoknak, a levágott állatoknak a vérét odaönti az oltárra, de nem az egészet, a felét. A másik felét pedig izsóppal széthinti a hegy lábánál elterülő népre. Ugyanabban az áldozati vérben részesedik az Isten, mint a nép is. Az Isten elfogadja és adja a népnek. Ha ezt hozzávesszük, hogy a vér az ószövetségi felfogás szerint az életnek a hordozója, akkor már is ott vagyunk a lényegnél. Az Isten a saját életében részesít. Az Ószövetségben csak így előképileg teszi, a Mózes által széthintett vérrel, az Új Szövetségben Jézus Krisztus maga
teszi, hiszen a saját vérét adja teste mellett, saját vérét adja nekünk, a saját életében részesít bennünket. Az élő, a valóságos Jézus Krisztus fogadhatjuk magunkba, és nem jelképesen, nem szimbolikusan, hanem a legteljesebb formában. Így bezárul a liturgiáról szóló meghatározásunk, és azt mondhatjuk, hogy Jézus Krisztus megváltói áldozatának a megjelenítése, az átélése és a belőle való részesedés, ami számunkra a liturgia. Hogyan értelmezzük ezt következő pontban, ezt próbáljuk áttekinteni. Az ismertetések a liturgiáról. Szinte kezdettől fogva, az egyház korai időszakától kezdve végig kísérik az egyház életét és történetét. Nem véletlen, hogy a II. Vatikáni zsinat is 1964-ben a legelső dokumentumává tette, úgy adta ki a liturgiáról szóló zsinati dokumentumot, a konstitúciót. Amikor az egyház életét akarták megújítani, ugye erre irányult az egész II. Vatikáni zsinat, akkor hol akarták ezt elkezdeni? A liturgiánál. Persze, utána tárgyaltak nagyon fontos dogmatikai kérdéseket, tárgyaltak a Szentírásról, tárgyaltak a népek evangelizációjáról, és sok-sok dokumentum vastag kötetben ott van a II. Vatikáni zsinatnak a tanítása. De a legelső, mert a legfontosabbnak tartották, az a liturgiáról szóló tanítás. Nem véletlen, mert az egyházi életnek csúcsa és forrása, ahogy a latin szöveg megfogalmazza, culmen et fons, csúcs és forrás, mert a legtöbbet adja számunkra a Jézus Krisztussal való egyesülés. Az Istent fogadhatjuk magunkba a szent áldozásban, belőle részesedünk, és az életünknek a legmélyebb forrása, hiszen ebből táplálkozunk. Csúcs és forrás. A liturgia kibontakozását érdemes megnézni. Legelőször csak a magja van meg a liturgiának. Azt már is megmondom, hogy ahogy ma kinéz a liturgiánk, egy kivételével, mert az előkészületi szertartás még kicsit később alakul, de ahogy ma kinéz a szent liturgia, ahogy ma le van írva a könyvbe, és ahogy ma végezzük, 1092-ből való. Egy Leo Tuskus nevű szerzetes írta le, érdekes módon a görög szöveget lefordította latinra, és ebben a változatban maradt meg a legkorábbi változat, pontosan úgy, ahogy mi végezzük. Addig fejlődött, alakult, formálódott a liturgia. A szentírási alapokon nyugodva, amiket emlegettem, az első olyan dokumentum a 105 környékéről való, egy pogány szerzőtől, ifja Pliniusról, aki nem benfentes, nem sokat tud az egészről, csak annyit tud, hogy a Krisztusról elnevezett emberek, vagyis hát a keresztények, a hét első napján, a dies solis, a pogány számítás szerint, a hét első napján, a napról elnevezett napon, hajnalban összejönnek, és közösen himnuszokat énekelnek, imádkoznak, különleges szertartást végeznek. A vasárnap, a napról elnevezett napon. Akkor még nem az volt a munkaszüneti nap, és ez nagyon fontos, hanem a csütörtök, a dies jovis, a csütörtöki nap volt. Ezért kellett nekik vasárnap hajnalban, még a munka megkezdése előtt összejönni. És himnuszokat énekelnek, imádkoznak, és különleges szertartást végeznek. Ő még nem tud semmit, csak ennyi, ezt tapasztalja, ezt látja. És hogy mellékesen megjegyzi. Számunkra nagyon fontos.
Aztán az emlegetett Justinus 165-ben, aki a császár előtt védekezik, ő kétféle liturgiát, szentmisét ír le, aminek a vázlata már nagyjából megvan, a fő támpontok. A vasárnapi szentmisét, ahogy végezni kell, és a kereszteléssel egybekapcsolt szentmisét, mert a keresztség szentségét is a liturgiával együtt ünnepelték. Aztán 180 körülről római Szent Hippolitusnak a leírása a szentmiséről, ő nem a részleteket írja le, hogy következnek egymás után, hanem inkább egy magyarázatot, egy értelmezést ad neki. És tőle származik az is, hogy a papnak, az elöljárónak ugye meg kell magyaráznia a elhangzott szentírási szakaszokat. Jeruzsálemi Szent Cirilnek nagyon fontos dokumentuma van 364-ből, amikor a katekumeneknek magyarázza a liturgiát, akiket húsvét éjszakáján, nagyszombatról húsvétra virradó éjszaka fognak megkeresztelni. És egészen részletesen leírja, hogy Jeruzsálemben 364-ben hogy néz ki a szent liturgia. Még az is benne van, hogy a mi atyánk előtt a pap megmossa a kezét, amit szeretnek kihagyni a mai paptestvérek, pedig ide lehet visszamenni, 364-re. Igen. Areopagita Szent Dénes a 6. századból, Tesszalonikai Szent Simeon 1200 környékéről, Nikolaus Kabaszilasz, aki civil teológus volt, 1400 környékéről ad már részletekben menő magyarázatot. A Szent Simeoné még nem annyira részletes, de Kabaszilasz magyar fordításban is megvan, ez a főiskolán adtuk ezt ki, a mi liturgiánkat magyarázza részletesen. Ahogy mondtam, 1092-ből származik az az első dokumentum, ami pontosan így tartalmazza. Egy csodálatos kis könyvecskéje van Gogolynak, Nikolaj Vasziljevics Gogoly. Őt ismerjük arról, hogy a köpönyeg, meg ismerjük arról, hogy a revizor. Arról nem sokan ismerik, csak a keleti keresztények ismerik, hogy írt egy csodálatos liturgia magyarázatot. Ő is civil ember volt, de nagyon szépen leírja, értelmezi. Rá is kerestem az interneten, 980 ezer találat van Gogollyal kapcsolatban, és abból egyetlen egy sem hozza a liturgiát. Érdekes. Ami korunkból is, Evdokivomnak a 20. század végéről van egy nagyon jó, nagyon szép értelmezése, ez még nincs meg magyarul, de reméljük, hogy hamarosan meg lesz, talán a jövő évre elkészül. Itt csak azokat a neves szerzőket az első korokból, a szent atyáinkat emlegettem, a közelebbi korokból pedig, akiket emlegettem, a legfontosabbak, akiknek a kommentárjaihoz hozzá lehet nyúlni. Azt próbálják bemutatni, ezt összefoglalóan el lehet mondani, amiről az előzőekben beszéltem, hogy Krisztus megváltói áldozatát hogyan jelenítjük meg, hogyan próbáljuk minél teljesebben átélni, és mit jelent a belőle való részesedés. És akkor a fő mondani valóra rátérve, a liturgia szimbolikája. Az első és legfontosabb szempont ebből, hogy a liturgia nem más, mint Jézus Krisztus megváltói áldozatának a megjelenítése. Tehát Jézus Krisztus áldozata adja az alapját és a lényegét a liturgiának. Mindenek fölött ez a fontos. Az összes többi, az csak másodlagos értelmezés,
illetve a másodlagos értelmezések, azok már sokféle úton indulhatnak el, válhatnak szűkebbé, vagy egyre gazdagabbá. A fontos, hogy a megváltói áldozatról van szó. De hogyha értelmezik, akár a szent atyáink is, akár a legmodernebb szerzők értelmezik, akkor felfedezik benne a mérhetetlenül gazdag szimbólumrendszert, szimbolikát, ami megvan a szent liturgiában. Ha nagyban tekintjük, rögtön találkozunk azzal a hármas felosztással, hogy ott van az előkészületi szertartás, a proszkomédia. Ott van a hitjelöltek vagy katekumenek liturgiája, mint az ige liturgia. Ott van a hívők liturgiája, mint az áldozati liturgia, az áldozat létrehozása és a belőle való részesedés. Ez a hármas nagy felosztás rögtön adódik a szent atyáktól kezdve a mai napig az értelmezésben, hogy az első rész a 30 évet jelenti az Úr Jézus Krisztus életéből. Azt a rejtett 30 évet, amit a gyermekség történetétől kezdve egészen a názáreti zsinagógában való megjelenésig, fellépéséig átél a földi életében. És majd ott kezdődik a második része a liturgiának, amikor nyilvánosan megjelenik a názáreti zsinagógában, és meghirdeti, hogy ő kicsoda. Az Úr lelke rajta, ő az Isten fia, a Szent Háromságnak az első bemutatása, ami majd nyilvánossá válik azonnal a megkeresztelkedésekor, aztán még egyszer halljuk a tanúságtételt az Úr színváltozásban is, abban az eseményben is. Tehát az első rész a 30 év az életéből, a tanítói része, az ige liturgia a 3 évet öleli fel az életéből, amikor ő végezte az evangélium örömhírének a hirdetését és a jótetteit az emberek között. Ez jelképesen ezt szimbolizálja tehát a hitjelöltek liturgiája. A hívők liturgiája pedig a Jézus Krisztus földi életéből az utolsó 40 napot jelenti. A szenvedését, halálát, feltámadását. Azt, amit még itt a földi életben eltöltött, onnantól kezdve, hogy az elfogadásától, hogy a szenvedéseit önkéntesen elvállalja, meghal értünk, föltámad, és még utána 40 napig itt van, tehát akkor így ezt a bő 40 napot így értelmezhetjük a hívők liturgiájában, amikor ténylegesen végbe megy az áldozat. Na most ezt látjuk tehát így globálisan, egészében véve a szent liturgiában. Hogyha ezt részletesen nézzük, akkor azt kell megállapítani, hogy a szent liturgiában semmi sem véletlen, semmi sem esetleges, hanem minden tudatos, minden átgondolt, teológiailag átgondolt, lelkileg értelmezett, és a hit világánál tudatosan beépített mozzanat a liturgiában. Tehát minden, de minden teológiailag értelmezést kap. Egy példát említve, hogy az a csillag, amit az előkészületnél a diszkoszra állít a pap a elrendezett kenyér részecskék fölé, az a csillag szolgált egy olyan, arra szolgált, hogy amikor letakarja a pap, majd mindjárt ezekről is lesz szó a további szimbolikáról, amikor letakarja, akkor ne zavarodjanak össze a részek, tehát a szépen elrendezett helyzet megmaradjon a diszkoszon. Oda tették rá a csillagot. Ha már oda tették, akkor legyen neki teológiai értelmezése. És ami egyébként is ott van az imádságokban,
meg ott van az egész cselekményben, hogy az áldozatnak az előkészítése, akkor igen, ez a betlehemi csillag. Az a csillag, ami oda vezette a bölcseket a születési barlanghoz, az Úr Jézus Krisztushoz. Igen, megvan az értelmezése a legapróbb mozzanatnak is a liturgiában. Minden tele van szimbolikával az egész liturgia elejétől végig, de teológiailag mindennek megvan a helye. Hát így nézzük a proszkomédiát, az előkészületi szertartást, ami Jézus Krisztus áldozatának a megjelenítésére készít elő bennünket. Tehát előkészület. Ami Jézus életéből az első 30 évet jelent itt a földi életben, a rejtett élet. Ezért még ez nem nyilvános, ez a szertartási rész. Ez még csöndben folyik az előkészületi asztalnál, hát nem mellékoltárnál, mert egy templomban a keleti felfogás szerint egy oltár van, mint ahogy egy áldozat van, és ahogy magyaráztam itt, nem megismétlése van, hanem megjelenítése annak az egy áldozatnak. Tehát az igazi görög templomokban nincs mellékoltár, mint ahogy itt a miénkben sincs. Egy oltár van. Az előkészületi asztal, ott végzi csöndben a pap, kevés résztvevővel. Legfeljebb a minisztráns van ott mellette, aki már ekkor is válaszolgathat neki, az uram irgalmazokat, meg segítkezhet neki. Még a királyi ajtó is be van zárva az ikonosztázionnál. Rejtett módon történik ez a szertartási rész. Igen, jelképezi azt, amit az előzőekben kifejtettem. De már az áldozatra mutat előre, így is, az áldozatra mutat előre, mert ott van az előkészületi asztal felett a karácsonyi ikon, mint ahogy ebben a templomban is az a csodálatos, szép, nagy ikon, meg szoktam csodálni gyakran. Az áldozatra mutat előre. Jézus Krisztus ezért jött a földre, ezért lett emberré, hogy végbe vigye az áldozatot, hogy elvállalja az emberiség megváltását a legnagyobb áldozata révén, az életének a föláldozásával. És a másik változat, verzió, amikor nem a karácsonyi ikon van ott, hanem a szenvedő Úr Jézus, a Getsemáni kertben vérrel verejtőkező Úr Jézus van, ugyanezt mutatja. Az áldozat előkészítése, az előbbi esetben még távolról, itt meg már egészen közelről, de ugyanazt mutatja. Az áldozat előkészítése. Van egy távolabbi előkészítés az áldozat bemutató pap számára is, a testi-lelki felkészülés, hogy igen, méltóképpen végezze a liturgiát, kapcsolódjon bele az áldozatba. Ehhez hozzá tartozik a szentségi böjt is, ami mára elcsökevényesedett, mert egy óra mindössze, és ráadásul ezt is úgy engedi számítani az egyház, hogy ez az egy óra is az áldozatban való részesedés, tehát a szent áldozás. Úgyhogy gyakorlatilag alig van szentségi böjt. Persze szabad megtartani. Hát ha nem hangzik dicsekvésnek, akkor elmerem mondani, hogy én meg szoktam tartani, még most is. Én éjféltől úgy, hogy gyerekkoromban megszoktam. Meg ahogy édesapámtól láttam. Megtartom a liturgia előtt a szentségi böjtöt. Szabad bárkinek. Előkészülethez tartozik a szándék is. Enélkül nincs érvényes liturgia. Szándék. Igen, tudatosan, akarattal, tudom, hogy mit végzem, akarom végbe vinni az áldozatot, bele akarok kapcsolódni.
a pap számára feltétlenül szükséges, hát a híveknek is annál gyümölcsözőbb a részvétel, minél tudatosabban teszik, végzik ezt a bekapcsolódást, akár vissza is utalhatok a legelső gondolatra, hogy közös cselekmény. Nem a pap egyedül végzi, hanem a hívek közösségében, amellett, hogy az Úr Jézus Krisztusra, meg a megszámlálhatatlan mennyei sereggel együtt végzi. A szimbolika a felöltözésben, a papnak a felöltözésében is megjelenik. A lelki fölemelkedését jelenti, hogy nem a civil ruhájában van, hanem bizony esetleg furcsának tekinthető öltözéket vesz magára a pap. Kiszakad a földi világból, tegyünk félre minden földi gondot, és ez külsőleg is megjelenik, kiszakadva a földi világból felöltözik az áldozat bemutatáshoz, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Minden egyes részletben ott van a szimbolika, és ott van a teológia. Ott van a szimbolika akkor, amikor magára veszi az inget, a mise inget, a sztiháriont, az angyaloknak az öltözetét. Igaz, hogy a természetét nem tudja levetkőzni, mert megmarad embernek a pap, de azzal, hogy magára veszi a mise inget, már is azért kiszakadt valamennyire a világból, valamennyire emelkedetté vált. És közben imádkozik, imádsággal történik minden egyes ruhadarab felvétele, nem viccmeséléssel tölti az időt, vagy nem pletykálkodással tölti az időt. A pap nagyon komolyan imádkozik, mert ez a célja, hogy elhagyja ezt a földi világot, hát más szférába kerül, az Úr Jézus Krisztussal kerül közvetlen kapcsolatba, sokkal intenzívebb kapcsolatban, mint eddig tette, mert Jézus Krisztus rajta keresztül fog munkálkodni, ahogy mondtam, a szentség létrejöttében. Aztán magára veszi a pap az epitrakheliont, vagy stólát, a papi stólát, ami Krisztus igája. Mind a két vállán nyugszik. A diákonusnak még csak az egyik vállára jut az orárionból, őnek még kevesebb felelősség és szolgálat terheli a vállát. A papnak ott van mind a kettő. A püspökön meg pláne ott van az omofor, az a felső széles ruhadarab, szallag, mind a három egy tőről fakad. Jelzi a fölszenteltségnek a fokát, és ez a görög papságnál messziről látszik, és egyben ott van a szimbolika, ott van a jelkép, és ott van a teológia is, mert imádkozik közben a pap. Aztán mindezt átköti az övvel, a készségnek a jelképével. A készséget szimbolizálja. Hogyan? Hát úgy, hogy a hosszú ruhájának a csücskét a zsidó ember, amikor menekült az egyiptomi fogságból, akkor begyűrte az övébe, ahogy az Úr mondta neki, hogy amikor érkezik az öldöklő angyal, akkor légy készen, fogd a kezedbe a vándorbotot, és a ruhád pedig legyen begyűrve az övedbe, hogy tudjál szaladni, hogy tudj igyekezni. Ilyen hosszúban nem tud, nagy estélyi ruhában a hölgyek seggen tudnak szaladni. A pap sem tud igazán a reverendájában szaladni. Hát nem is kell az oltár előtt, az igaz, de mint szimbolika érvényesül a készségnek, a szolgálatra való készségnek a jele, ez az öv, amit magára vesz. A kézelő, a két kézelő. Megint van egy gyakorlati haszna, hogy a bő mise ingnek az ujjával ne söpörje végig az oltárt, ne borítson össze mindent, rászorítja kézelővel a két csuklójánál a mise inget.
Ott van a jelkép, ahogy az Úr Jézus Krisztus megkötözték, amikor az áldozatra vitték. Megkötözték. A pap is így tesz, ha nincs is összekötözve a keze, de ezt jelképezik a kézelők számára. És mondja a megfelelő szentírási szöveget itt már a liturgia előkészületében. Aztán magára veszi a felont, a papi palástot, ami az Isten kegyelme, az Isten mindent elárasztó kegyelme. Ezért ez a legfelsőbb ruha darabja, és én végeztem olyan eredeti görög felonban és miseruhában a liturgiát, nem mondom, hogy a legkényelmesebb volt, amely teljesen harang alakú volt. Tehát a századok folyamán nem vágták fel az elejét. Kezdetben ilyen volt, hogy mindent elborított. A pap csak a fejét dughatta ki a tetején, hogy azért lásson, meg tudja, hogy hol van. Mindent elborít az Isten kegyelme. És itt is imádkozik. Aztán, amikor felöltözött, akkor következik a kézmosás. Nem annyira a testi piszkosságtól kell megmosnia a kezét. Nem annyira. Mert nyilván úgy megy a templomba, hogy azért nem mocskos kézzel áll oda az oltárhoz, meg a szent ruhákat magára ölteni. Jelképes ez is, szimbolikus. Ahogy mondja is a Zsoltár vers, megmosom kezemet az ártatlan, így közeledek szent oltárodhoz. Igen, jelképesen a bűnöktől való megtisztulást jelképezi. A pap így készül az előkészületben a liturgia végzésére. De a híveknek is készülni kell, ugyanúgy a szentségi böjt megtartásával, amiről mondtam, hogy mostanra nagyon elcsökevényesedett, mert mindössze egy óra lett belőle. De hát legalább azt az egy órát meg kell tartani. És a szándékot, a tudatosságot fel kell buzdítani magában minden jelenlévőnek, hogy minél tevékenyebb legyen a részvétel, hogy minél hatékonyabb legyen a részvétele. Ez a hatékony részvétel, ez az emlegetett zsinati konstitúciónak is egy alap gondolata, az aktuóza participáció, a tevékeny részvétel a liturgiában, hogy minél buzgóbban, minél mélyebb lélekkel, minél tudatosabban belekapcsolódok a szent liturgiába, annál több kegyelem árad belőle én rám. Hát gondot kell rá fordítani az előkészületnél, amikor végezzük, tehát amikor előkészülünk a liturgiára. A papnak is, az előkészületi, aztán a híveknek is, akik már ott vannak a padban. Aztán a tényleges előkészület következik, a proszfora és a bor előkészítése. A 14. századig ez a nagy bemenet előtt történt. Az ókeresztény időben a templom úgy nézett ki, hogy egy asztalt tettek a bejárathoz. És amikor jöttek a hívek, akkor hozták az adományaikat. Kenyeret, bort, tejet, mézet, élelmiszert, hozták a felajánlott adományaikat, letették oda az asztalra. Végezték a liturgiát. Amikor elérkezett a ige liturgia végén, a tanítói rész végén, elérkezett, hogy most következik az áldozati liturgia, akkor a papság odavonult a diákonus vezetésével, odavonult az asztalhoz, a templom bejáratához, odavonultak, kiválogatták a legszebb kenyeret, a legjobb bort, azt felhasználták, azt darabolta föl a pap, azt öntötte be a kehelybe, a többire ment az áldás,
és majd a liturgia végén abból részesedtek az agapéban. Ez a 6. századig így volt. És még vittek belőle a szegényeknek is, meg a betegeknek, meg a börtönben lévőknek is. Nem csak az eukarisztiát vitték, hanem a felajánlott adományokat is széthordták. No, ez egészen a 14. századig így volt. És ott történt aztán a nagy váltás, az onnantól kezdve került a Szent Liturgia legelejére, amiről az eddigiekben beszéltem. Ennek az emlékét őrzi ma is a püspöki liturgia. A legünnepélyesebb szertartások mutatják fel a legnagyobb ősiséget. A püspöki liturgiában a püspök a kerubének alatt, a nagy bemenet előtt oda megy az előkészületi asztalhoz, és hát ha nem is elejétől végzi el, de legalább ott fejezi be a felajánló imával, ő maga is oda teszi a kenyér részecskét, és a felajánló imát ő maga mondja. És majd úgy indul aztán a nagy bemenet. Tehát azt őrzi, hogy a 14. századig ez a rend így volt. Igen. A proszfora bor előkészítése. Tehát az áldozatnak az előkészítése így történik. És a diszkoszon, a szép elrendezésben középre kerül az a báránynak nevezett nagy proszfora darab, amin rajta van a pecsét. Jézus Krisztus nevének a első és utolsó betűje, és ott van, hogy Néka győz, Jézus Krisztus győz, kereszttel négy részre osztva ezeket a betűket. Ez kerül középre. Oda kerül egy háromszögletű rész az Istenszülő Szűz Mária tiszteletére, oda kerül 9 kis proszfora részecske a szent angyalok tiszteletére és a nagy szentek tiszteletére, aztán sorba szépen az élőkért, megholtakért, legvégül pedig még a pap is önmagáért is tesz egy részecskét, aki végzi a szent liturgiát. Azt lehet mondani, hogy így a fő Krisztus köré, a bárány köré gyülekezik az egész egyház. Az Istenszülő Szűz Máriától kezdve, aki a angyaloknál is, keruboknál is, szeráfoknál is tiszteltebb, az angyalok, a szentek, az élők, a megholtak, Krisztus testének a tagjai ott vannak az előkészületben, akik a diszkoszon ilyen formában megjelennek. Mint ahogy az ikonosztázionon, a jól megszerkesztett ikonosztázionnak a X alakú meccés pontjában ott van a főpap Krisztus. A főpap Krisztus, aki liturgikus ruhában ül a trónuson, a kezében az evangéliumos könyvvel. Igen, jelképezi, hogy ő az igazi áldozat bemutató, ő az egyháznak a feje. És köré gyülekeznek mindazok, akiket az ikonosztázionon ábrázolnak. Na most ez van kicsiben szimbolizálva, megjelenítve így a diszkoszon is. A bárány, aminek megint ott van a szimbolikája, keresztelő Szent János úgy hívja, íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. És igen, pont ezzel veszi el az életének a feláldozásával, amit mi itt most megjelenítünk. Ott van a szent lándzsa, amivel a pap vágja a proszfora részecskéket. Nem egyszerű konyhakés, hanem lándzsa alakú kés, itt a mi templomunkban is, az oltár, az előkészületi asztalon ott van. Az a lándzsa, amivel az Úr Jézusnak a katona a szívét megnyitotta, amivel beleszúrt. És csodát csodálja, a pap pontosan ezt imádkozza. A szimbolika és a teológia teljesen átjárja egymást, és kiegészíti egymást. A bor és a víz, amit beönt a pap a kehelybe.
ismét ott van az Úr Jézus oldalából kifolyó bor és víz, vér és víz. Ugye, amikor a katona beleszúrt, akkor már halott volt. A vér savó és a vörös vér, alvat vér elkülönült egymástól. És az evangélista, mint szemtanú, leírja, ő látta, hogy vér és víz folyt ki Jézusnak az oldal sebéből. És leírja, hogy igaz az a bizonyság, amit én erről mondok. És a pap ezt imádkozza, miközben végzi ezt a mozzanatot is, hogy azt a proszpora darabot, a bárányt, ami az Úr Jézust jelképezi, azt megszúrja a lándzsának a hegyével. Aztán, ahogy odarakja a részecskéket, jó tudatosítani magunkban, hogy Jézus Krisztus köré, ahogy összegyülekezik az egész egyház, a szentek, az igazak, a megdicsőült egyház, ahogy a megholtak ott vannak már, az előre mentek. De ott vagyunk mi is benne, ott vagyunk. Minket is felajánl a pap, és mi magunk is odaadhatjuk az áldozatot. Jó ezt tud áldozatunkat, jó ezt tudatosítani, jó bekapcsolódni ilyen szinten is a szent liturgiába. Hát mindez látható a diszkoszon és a kehelyben. A szent eszközök, amelyek a szentséggel érintkeznek. Ezért a mi egyházunkban, a görög egyházban ez nem is érintheti akárki. A kelyhet, a diszkoszt, a csillagot, az áldoztató kanalat csak a pap, vagy legfeljebb a diákónus foghatja meg, a fölszentelt személyek. És mindezek vagy aranyból vannak, vagy legalább aranyozva vannak. A legnagyobb értéket képviselik, hiszen a valóságos, az élő Jézus Krisztust fogadják magukba, velük érintkeznek. Hát ezért tartjuk ilyen nagy tiszteletben, nagy becsben őket. Jelképezik tehát a betlehemi eseményeket, mert a diszkosz, a betlehemi jászlat jelképezi, a kehely takarók a liturgikus ruha anyagából és színéből jelképezik az Úr Jézus Krisztusnak a betlehemi pólyáit, takaróit, ami majd ugye a nagy kehely takaró a Szentlélek jelenlétét is jelképezi, amikor a pap enyhén lebegteti a hitvallás alatt. Mindez tehát a rejtett 30 évre mutat, azt szimbolizálja az Úr Jézus életéből. De van egy másik értelmezés is, amit már említettem, most már nem is magyarázom bővebben, csak újra elmondom, hogy egyrészt a karácsonyi ikon a megváltásnak a távolabbi előkészülete, másrészt a Getsemáni kertben való szenvedés, az áldozatnak a közelebbi megjelenítése, illetve hát a rá való közvetlen előkészítés. Ezt az áldozatot fogjuk megjeleníteni a Szent Liturgiában, most erre készülünk fel, akkor is, hogyha ez rejtett módon történik, csak a pap végzi kevés személy jelenlétében, akkor is erre irányítja a figyelmünket, és erre kell nekünk is lelkileg ráhangolódni. Ez van benne a felajánló imában, amit a proszkomédia végén a pap kiterjesztett kézzel végez. Emlékezzél meg mindazokról, akik ezen adományokat felajánlották, akikért azt hozták, és áraz mindnyájukra te gazdag kegyelmedet. Mindenki benne van a felajánlásban, és annál jobban benne van, minél tudatosabban teszi ezt. És akkor következik a tömjénezés a liturgiában. A tömjén értékes anyag, ugye ott volt
a három királyoknak a felajánlásában is, amit az Úr Jézus Krisztusnak vittek. Nem mindenki szereti a tömjénezést a templomban, lehet, hogy pszichikai okokból, talán többen, vannak, akinek tényleg egészségügyi okokból nem szerencsés a tömjén füst. De hát, ha helyesen végezzük, akkor én úgy gondolom, hogy kibírható, mert ha hozzáveszünk azt is, hogy mindez felajánlás és mindez az áldozat bemutatásra készít elő bennünket, hát akkor hogy ne lenne fontos, amikor ez által is Jézus Krisztus áldozatába tudunk bekapcsolódni, és minél jobban bele tudunk kapcsolódni. A pap megtömjénezi a templomot. Először is az oltárt, az Isten jelenlétének a helyét, Jézus Krisztus valóságosan jelen van az oltáron, az eukarisztiában. Hát adjuk neki a tömjént füst formájában, mint ahogy a három király adta értékes anyag formájában. Hát mi is megtiszteljük vele, megajándékozzuk vele az Úr Jézus Krisztust a tömjénezéssel. A pap végigmegy a templomon, és megtömjénezi az ott jelenlévő szentképeket, ikonokat, a szenteknek a képeit, mert ők is velünk vannak, és ők irántuk is kifejezzük a tiszteletünket. És megtömjénezi a pap a híveket is, az Isten képmásait, hiszen saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket az Isten, így megérdemeljük, hogy mi is megkapjuk a tiszteletet. És így, hogy egyben történik, egy tömjénezési mozzanatban a Jézus Krisztusnak adott ajándék, a szentek, a megdicsőülteknek a megadott tiszteletadás, meg a földön, itt a templomban imádkozó embereknek, mindez egy családba fog össze bennünket. Ez a szimbolika is benne rejlik, hogy igen, együtt vagyunk itt jelen, együtt mutatjuk be az áldozatot, együtt végezzük a szent liturgiát. Nekünk nem kell félnünk a tömjén füsttől, mint az ördögnek, meg a szentelt víztől sem kell félnünk, mint az ördögnek. Nekünk sokkal fontosabb az, ami benne rejlik. Hogy mi van a tömjénezésben, öt dolog is, ahogy én azt a Taft professzoromtól megtanultam 40 évvel ezelőtt, hogy mi van benne a tömjénezésben. Először is ott van a gyakorlati haszna, az illatosítás. Ahogy a legelső liturgiáknál a katakombákban végezték, ugye a föld alatt, a temetőben, a föld alatti járatokban nem volt friss a levegő, főleg, hogy sokan bezsúfolódtak, hát a diákonus körbejárt tömjén füsttel. Akkor még nem láncos, meg pláne nem csörgős füstölő volt, hanem a hölgyek jobban megértik, ilyen palacsinta sütőszerű, kisebb méretben, nem olyan nagy, mint a palacsinta sütő, arra tették a parazsat, arra szórták a tömjént, és úgy járt végig a diákonus a hívek között ott a katakomba járataiban, és beillatosította a levegőt. Ez egy gyakorlati szempont. Ott van benne, ami ennél sokkal fontosabb, az áldozat. Oda téve ez az értékes anyag a tömjén, a parázsra, elég, megsemmisül, nem marad belőle semmi. Felajánlottuk, odaadtuk az Istennek, lemondtunk róla. Igen, ez minden áldozatnak a lényege, a lemondás, a felajánlás valami magasabb célból. Hát ha így tekintünk a tömjénezésre, akkor egy kicsit másképp tudjuk értelmezni, mint eddig. Ott van benne az imádságunk is, ahogy vizuálisan is megjelenik a tömjénfüst szál fölfelé, ahogy a vecsernyében szoktuk énekelni, igazodjék föl, szálljon föl az én imádságom, mint a tömjénfüst a te színed elé.
Igen, az imádság szimbolikája is benne van. Benne van a bűnbánatnak a jelentősége is a tömjénfüstnek. A tömjénfüstbe burkolózva valljuk meg a bűneinket, és kérjük a bocsánatot a Jóistentől. És ott van ötödik szempontként az engesztelés. Az áldozatban mindig benne van engesztelő áldozat. Mindig benne van, hogy nem csak lemondok valamiről, nem csak a lemondás van benne, a végső célja az engesztelés. Hát ha így tekintünk a tömjénezésre, amikor a pap végigmegy a szentélyben, meg a templomon, és megtömjénezi, elvégzi a tömjénezést úgy, ahogy kell, megtömjénezi azt, amit kell a templomban. Ha így értelmezzük, akkor egy kicsit másképp tudunk arra tekinteni, hogy igen, itt van, és a liturgiában van tömjénezés, és nem azért van, hogy a torkomat kaparja, vagy a levegővételemet nehezebbé tegye, hanem ezért van a tömjénezés. És lehet, hogy egy kicsit könnyebben ki lehet bírni. No, hát így, ha így készülünk a liturgiára, hogy a Jézus Krisztus megváltó áldozatának a megjelenítésére, a belőle való részesedésre, hogyha így készülünk, akkor testileg, lelkileg közelebb kerülünk ahhoz, hogy minél teljesebben átéljük a Szent Liturgiának a mozzanatait és a teljes egészét is. De erről már a következő alkalommal szeretnék majd szólni, és akkor már ténylegesen csak a liturgia részeit tekintve végig a bevezetést azt ma megtettük hozzá.